Önök a Dunaföldvár Televízió augusztus 30-ai adását látják. Jó estét kívánok! A ma esti Földvár mozaik témái a következők lesznek. A mezőföldvízben lévő tulajdon részét átadja az önkormányzat az államnak. És az állam úgy gondolja, hogy létre lett hozva ugye a Nemzeti Víziközmű ZRT, és hogy ebbe a Nemzeti Víziközmű ZRT-be becsatlakoztatja maga az összes önkormányzati tulajdonában lévő víziközmű üzemeltető cégeket. Nagy dologon tartották a Tolna megyei polgárőrök a megyenapot. Én azt gondolom, hogy egy olyan programot állítottunk össze, ami közösséget érintett. Tehát nem csak a polgárőröket, Nagy dologot, illetve Paks és a környékbeli településekről jöttek át polgármesterek. Nagyon-nagyon nagy létszámban voltunk. Igaz, hogy nem polgárőrök, de többen mindezren ott voltak. Dunaföldvár polgármestere is köszöntötte a római kori hajósokat. 11 órára várt minket a Városházban a polgármester, ahol ünnepélyes keretek között fogadta az egész legénységet, és a kapitányt, és a szervezőket, és minket is, és nagyon sok pozitív gondolatot adott és mondott át, mint az egész csapatnak. Jó volt, köszönjük szépen! Az Ördögszekér Néptánc Együttes a Fekete Kötény legendáját állította színpadra. Régi legenda gyakorlatilag, ugye a régi dunaföldvári parasztviselet, itt a női viseletről beszélünk. Ez a hosszú szoknyás réklis viselet, amit itt a mezőföldbe amúgy a legtöbben hordtak. Annyi a, tényleg a, mondhatom így, hogy különlegessége, hogy mindig fekete kötényt hordanak az asszonyok. Virág Miklós nyerte az augusztus 20-ai halászléfőző versenyt. Itt Dunaföldváron szerint egy ilyen 15 éve főzöm a halászlét minden évben, egy-egy kihagyással. Megnyernem a versenyt most sikerült először, előtte Balatonbogláron több évben az országos halászléfőző versenyen nyertem már. Az idei esztendőben sem maradt el a Beszédes Sportklub evezős tábora. A fő program az az volt, hogy a kicsiket minél jobban szoktassuk a vízhez, minél több dolgot megtanuljanak magáról erről a sportról, és minél több időt töltsenek a vízen vagy vízparton. Tekintsék meg polgármesteri tájékoztatónkat! Horváth Zsolt a Dunaföldvár polgármesterével heti beszélgetésünket ejtjük meg. Rendkívüli testületi ülés volt pénteken. Miért? Igen, üdvözlöm a szerkesztő urat, kedves nézőket is a televízió előtt. Ettől függetlenül, hogy nyári, azt szokták mondani, hogy politikai uborka szezonban a döntéshozatal és a napi változásoknak az eredményeképpen mindig valamilyen olyan ügyek kerülnek elő, amelyre testületi felhatalmazás kell a polgármesternek ahhoz, hogy döntéseket tudjon hozni. Ez miatt volt egy rendkívüli testületi ülés összehívva. Ez egy kicsit, ugye, amelyet előre beharangozok, hogy majd kedden este az adás után, a híradó után meg tudnak nézni a kedves nézők, és megismerkednek a teljes képi és hanganyagával ezzel az egész dologgal. De a legfontosabb volt az, hogy olyan tervezési, költségvetés tervezési ügyek kerültek elő, amelyekről azonnali döntéseket kellett hozni a képviselőtestületnek, hisz ezen a héten, 31-én én már ennek a felhatalmazás tükrével fogok menni Mezőföldvíz Kft. Taggyűlésére. Ez azt jelenti, ugye már elhangzott, hogy, illetve a híradásokból azt értesülhettek a nézők arról, hogy olyan bajban vannak az üzemeltető cégek, hogy csődközeli állapotban vannak ugye az energetikai árak miatt, és ezt a tulajdonosok hiába kötelezi őket a gazdasági törvény arra, hogy ezt be kellene tenni és finanszírozni kellene, hogy a működés biztosítva legyen, hisz az önkormányzatoknak alapfeladata az egészséges ivóvíz és a szennyvízelvezetésnek a biztosítása. Ennek dacára, hogy ez működőképes maradjon és ne kelljen betenni az önkormányzatoknak ezeket a működő vagyon részeket, ami egyszerűen lefordítom, pénzt jelent. Tehát amit ráesik az ember, az be kéne fizetni. És az állam úgy gondolja, hogy létre lett hozva ugye a Nemzeti Víziközmű ZRT, és hogy ebbe a Nemzeti Víziközmű ZRT-be becsatlakoztatja maga az összes önkormányzati tulajdonában lévő víziközmű üzemeltető cégeket,
és elkéri hozzá azt a vagyont, amelyeket eddig Dunaföld városa birtokolt. Ez ugye durván egy 1,2 milliárd forintos vagyon, ezt majd lesz vele valahogy, most milyen gazdája lesz az állam, előre nem mondunk semmit, lehet, hogy jobb gazdája lesz, mint mi, de olyan bődületes veszteségeket halmoztunk föl az üzemeltetés során, és az áram legfőképpen, hogy amikor a nézők látják ezt az adást, akkor már körülbelül olyan 900 millió forint körüli veszteségünk van, és ez mind energia oldalról jön, abból, hogy piaci áron tankolnak az autóink, elektromos áramot esznek a szivattyúk, ugye a vízszivattyúk, szennyvízszivattyúk, maga a tisztítómű, hogy idáig jutottunk, és úgy határoztunk, hogy az összes képviselőtestületet a 47 településen mindenki megkérdezteti, nyilatkoztatja arról, hogy megyünk-e az állami szférába, vagy nem. Természetesen minden önkormányzat ugyanúgy áll, mint mi, tehát éppen azon agyal, hogy ezt a 2022-es évet nullára ki tudjuk hozni, és az a költségvetésben beillesztett bevételi forrásaink azok elegendők legyenek, hogy hely tudjunk állni a kötelezettségünkön. Úgyhogy ez volt a legfontosabb kérdése a testületi ülésnek. Persze ne lepődjenek meg a kedves nézők, döntöttünk támogatásoknak az adásáról is. Én azt mondtam, hogy fogcsikorgatva, de ez az év ez kifinanszírozható óvodával, bölcsödével, iskolával, mindennel együtt, és vannak folyó beruházásaink, mint például a Kajakkenyő Szövetséggel együtt, ugye Csányi Gergőjékkel hoztak 43 millió forintot, és hogy a teljes komplexen fel legyen újítva ez a terület, ehhez már adtunk ugye egyszer 20 millió forintot, az ugye abból adódott, hogy a téglától kezdve a szigetről, minden fölment, az megvolt, és most még azzal a kéréssel fordultunk hozzá, hogy van egy 8,3 millió forintos plusz költség, amivel egy hajó vagy csónaktárolót építenének ki, ami tetejére még napelemeket raknának, és én mondtam a képviselőtestületnek, és ebben megértők voltak, hogy támogassuk. Tehát legalább az a dolgaink, amiket 2022-ben be tudunk fejezni, és működőképesekké válnak, üzemeltetési költségeinket azzal, hogy új rendszereket építünk, csökkennek, azokra, ha van mód és lehetőség, akkor adjunk. Ezt meg is értette a képviselőtestület, úgyhogy erre is igen választ kaptam, illetve arra is, hogy akkor kezdjük meg a tárgyalásokat a Nemzeti Vízi Közmű ZRT-vel, és próbáljunk meg ebből a fogásból, mert én úgy értem, hogy beleestünk egy fogásba, egy harapó fogásba, ebből valahogy kimászni segítséggel, mert sajnos azt be kell vallani, hogy Dunaföldvár akármit tenne, akkor sem tudna ebből a szorításból kijönni. Szakemberekkel mi ezt végig számoltattuk. Tehát ennek olyan hatásai lennének, hogy ebben az évben 100 millió forintot kellene beletenni a működésünkbe, a vagyonrésznek megfelelően, az elkövetkezendő évben pedig durván 150 és 170 millió forint, nem tudjuk fölvállalni, ez a másik oldalon az energetikai emelkedések miatt ott meg fog jelenni megint 100-150 millió forint plusz kiadás. A mi költségvetésben, a mi bevételi oldalunkon nincs benne ennyi plusz, amit meg lehetne tenni. És a másik dolog, hogy arról beszéltünk, ugye, hogy meddig és meddig lehet még bevételi oldalt erősíteni. Abban maradtunk, hogy semmit. Olyan terhek lesznek a családokon, olyan terheket kell átvállalni, hogy a másik oldalra nem akarunk ebből, és nem az, hogy nem tudunk, mert tudni tudnánk, de nem akar. Kitette, és azt mondta a képviselőtestület nekem, hogy nem teszünk további terheket a lakosságra, hanem megpróbáljuk segíteni őket, mind a gyerekétkeztetés, mind a beiskolázásban, mind a téli tüzelő, majd meglátják ebbe az egész dologba, és mi most ezeket tűztük ki napirendi pontjainknak meg a zászlónkra. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatót, és a nézőink már hallhatták, a polgármester úr említette, hogy a mostani műsorunk, tehát a keddi műsorunk Földvár Mozaik után az ismétlését és a teljes rendkívül testületi ülésanyagát megtekinthetik, de nem csak kedden, hanem pénteken ugyanígy az ismétléses anyagunk után ennek az ismétlését is lehet majd látni. Mi pedig egy nem tudom mennyire éles váltás, Dunaföldvár, Földvár, Földvárok találkozója az már igen-igen régen volt, de most, mint hogyha újra életet kapna. Igen, 2 éve nem találkoztunk földváriak,
Ugye ebbe tudja mindenki, hogyha megnézzük, ugye Balaton, Tisza, Puszta, Dunaföldvár, Bácsföldvár és Melegföldvár Erdélyből. Megpróbáljuk újra. Most a hétvégén egy szombat, tehát péntek-szombat-vasárnapi rendezvény keretében Bácsföldváron találkoztunk, hiányosak voltunk, Melegföldvár nem tudott jönni, Balatonföldvár nem tudott jönni, de a többi földváriak ott voltak és beszélgettünk. Abban maradtunk, amúgy nyugodtan bárkivel helyet cserélhettem volna, tehát ami problémák előjöttek, az ebben guba ugyanaz, egy kicsit változtak számszakilag, meg mindent, tehát rájöttünk, hogy mindenkit ugyanazok sújtják, de nem károgni mentünk oda meg, hogy rosszul érzünk magat, hanem jó, jobb, és abban maradtunk, hogy az elkövetkezendő időszakban, ugye nálunk lesz a Szüreti Fesztivál 24-én, szeptember 24-én, hogy ezt folytatjuk, és legalább annyi, hogy a magyarországi földváriak azok egy munkaebéddel és egy konferenciával érdekötve összejönnénk, és Bácsföldvárról is jönne egy 2-4 tagú delegáció, ők ugye itt fognak aludni, mert messzebbről jönnek, hogy akkor próbáljunk valami olyan kapcsolódási pontot találni, hogy újrainduljanak ezek az együttműködések. Senki nem zárkózott el ellene, tudjuk, hogy szétlettek verve egy kicsikét a közösségi életek, de most azért vagyunk, és azt próbáljuk meg, hogy ez újrainduljon. Én nagyon örülök ennek, hogy motorja is lehetek ennek az egész dolognak. Ugye volt közben egy váltás Pusztaföldváron, ugye ott új képviselőtestület és új polgármester is van, úgyhogy, de ez lesz ugye 3 év után az első olyan találkozó, amikor kötetlenül tudunk majd beszélgetni, úgyhogy én nagyon várom ezt a 24-ei találkozásokat. Megye napot tartottak a polgárőrök. Széles Jánossal beszélgetek, a megyei polgárőrség parancsnokával. Megye napot tartott a polgárőrök megyei szervezete. Nagy dolog volt a színhely. Nyári forró hangulat mindenféle értelemben, tehát az időjárás is megadta magáét, a közélet is, illetve a világpolitika is megadta magáét. Milyen volt a hangulat? Az is forró? Nem, mondhatjuk azt, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon baráti megyei polgárőrnapot tudhatunk magunk után, egy küzdelmes 22-21 után, amikor túl vagyunk a Covidon, beleékelődünk, illetve az ország beleékelődik az orosz-ukrán háborúba, és ennek mindenféle Magyarországra való hatására, de azt gondolom, hogy polgárőrtársaimtól jogosan elvárt feladatnak maximálisan eleget tettünk, legyen egy kötetlen nap, ami a polgárőrökről, családjukról, gyerekeikről szól. Tehát ez az a nap, amikor nem dolgozunk, hanem idézőjelbe ünnepeljük a polgárőrséget. A polgárőröknek ilyenkor mi a téma? Mert annyiféle téma lehetséges, mi az, ami viszi a vezérvonalat? Ugye azt tudjuk, hogy határa járnak, migráns helyzetről kell gondoskodniuk, hogy úgy fogalmazzak, ugyanakkor emelkednek az árak, benzinárak, áfa, tehát mi a központi téma egy polgárőr számára? Hát bizonyos értelemben, most ez jó értelemben a túlélés. Bennünket is, civileket is ugyanúgy érint mindenféle megszorítás, mint az átlag magyar állampolgár. Tehát nekünk is ugyanannyiba fog kerülni, vagy kerül már a gázolaj, ugyanannyit fizetünk az iroda fenntartásának a költségeiért, mint egy magyar állampolgár. Tetejébe ingyen és bérmentve dolgozhatunk, kitéve magunkat mindenféle célpontnak, bírálhatnak bennünket. De attól függetlenül a polgárőr az ott kell, hogy legyen az utcán, eleget kell tenni annak az elvárásnak, amire vállalkoztunk. Magyarul közrend közbiztonságnak a megtartása és javítása érdekében. Azt gondolom, hogy Magyarország lakossága nem érzi azt, hogy másik országban háború van. Nem érzi teljes mértékben a migrációt, mert a rendőrség, a határőrség és egyéb más szervezetek, és ennek a munkája segítve a polgárőrség ott van a toppon. Hívehova mondjuk Dunaföldváron is, itt nem olyan régen 8 idezőben migránst hoztak be ide a rendőrségi udvarba, csodájára járnak. Ne is legyen több. Én azt gondolom, hogy a polgárőrség a lakosságot kell, és az önkormányzatot kell, hogy segítse és támogassa. Az elvárt minőségben és kellő anyagi támogatással cserében a polgárőrök ott vannak és csinálják a dolgukat. Régi hagyomány már ez a megye nap. A létszámmal hogy állunk, főleg a történeti tükörben, tehát most mennyien voltak a korábbiakhoz képest? Maga ott, aki ott volt létszámban polgárőr, az olyan 800-900 polgárőr volt ott.
Tudni kell az, hogy ugye tavaly a Covid miatt, és most mindenki ráhangolódott, minden önkormányzat kiki a maga településén megcsinálja a falu napját, születi fesztiválját, nem tudom milyen rendezvényeket, és ahhoz nincs más, csak a polgárőrség, aki ennek a rendezvénynek a biztosításában aktívan részt vesz. Természetesen ott vannak a rendőrök, de egy rendőr mellé körülbelül 6 polgárőr jut. Na most ezek a polgárőr társaim sajnálatos módon nem tudtak itt lenni a megyei polgárőrnapon. De összességében ez az bátorkodom állítani, hogy a megyében működő polgáregyesületek létszáma nem csökkent, taglétszámunk amortizálódott, de frissült, tehát ez annyit jelent, hogy tavaly évben nagyon sok polgárőrtársam covidos lett, koránál fogva, illetve hát az átlag életkor a polgárőrségnél olyan 62-63 éves. Ehhez egy szellemiség kell, egy elvakult szellemiség, hogy ingyen dolgozni a közért. De viszont meglátszik rajtunk, hogy sok polgárőrtársunkat elvesztettük. Egy ilyen megyenapnak a programja hogyan alakul, és kik a vendégek? Hát a programot azt próbáljuk úgy kialakítani, többé-kevésbé talán sikeresen, hogy mindenki érezze magát jól. Tehát ne egy unalmas napnak álljanak neki, hanem mondjuk egy fellépőket, aki érdekel, mondjuk itt most volt a Kató néni, voltunk más fellépők, népi együttesek, zenekarok, Zirigy, Hónai Mirigy, és azt gondolom, illetve ezekvel párhuzamosan katonai, illetve NAV-os bemutatók voltak. A katasztrófavédelem is bemutatót tartott, a NAV szintén ilyen kutyás bemutatót tartott, technikai bemutatók vannak, a honvédségi toborzóirodából voltaként, és ott a napi aktuális fegyvereket is az emberek láthatták, illetve kézbe foghatták. Én azt gondolom, hogy egy olyan programot állítottunk össze, ami közösséget érintett. Tehát nem csak a polgárőröket, nagy dologot, illetve Paks és a környékbeli településekről jöttek át polgármesterek. Nagyon-nagyon nagy létszámban voltunk. Igaz, hogy nem polgárőrök, de többen mindezren ott voltak. Egy ilyen rendezvénynek költsége is van. Tekintettel a korábban említett költségnövekedésekhez képest, hogy számol ezzel a Megyei Polgárőr Szövetség? Természetesen a saját költségvetésünkre támaszkodtunk elsődlegesen. Tehát tudtuk azt, hogy mennyi az a lehetőség, ami a mi bankszámlánkon van, vagy a pénztárcákban, de viszont küldtem ki, mint megyei elnök önkormányzatokhoz egy megkereső levelet, hogy nem lehetne-e, akkor is amennyiben, ha és nagyon-nagyon sok önkormányzat. Tehát itt élen sorolom Dunaföldváros önkormányzatát, nagyon hatékonyan hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap sikeres legyen. Bonyhád, Szekszárd, Dombovár, mindenhonnan telefonáltak, mennyi lenne az az összeg, amivel tudnának rajtunk segíteni. Az összeg a csillagos ég, de összességében normális számokat próbáltunk mondani. Közel pluszba még 800 000 forint jött be külsős támogatásként, hogy ez a nap sikeres legyen. Még mindig mutatjunk a költségeknél, elnézést, hogy ez itt a központi téma, de valószínűleg nagyon sok háztartásnál és nagyon sok szervezetnél ez a központi téma. Tehát a polgárőrséget az előttünk álló év, ugye az emelkedő energiárak, rezsiárak mennyiben érintik, kell-e új költségvetésben nyúlni, vannak-e tartalékok, tehát mi a helyzet? Hát jelen pillanatban az eddigi racionális gazdálkodásnak köszönhetően van tartalékunk. Tehát a Megyei Polgári Szövetség rendelkezik tartalékpénzzel. 2023-ra a költségvetés tervezetnél előre jelezték, hogy ugyanakkor a forrás biztosítanak 23-ra is, mint 22-ben. Magyarul 1,2 milliárd forintot. Na, ezt le kell osztani működésre és egyesületek, megyei szövetségek támogatására. Én azt gondolom, hogy nem jött nekünk sem jól, hogy most megemelték a gázolaj árát, nem jött nagyon jól, hogy megemelték a cégautóadót, tehát a mi büdzsénk is szorul, illetve hiányos fog lenni. Át kell szervezni a működésünket, azt a struktúrát, hogy a polgárőr mennyire legyen látható. A lényeg szerintem az, egész eddig erre törekedtem, hogy mi lássunk sok mindent, ne a polgárőrséget lássák. Tehát ha fölködünk egy drónt, vagy éjjellátó kamerával kiállunk egy bizonyos pontra, vagy vadkamerákat használunk, előbb-utóbb úgyis lesz teli találat. Azért fejlesztésekről is beszámoltunk, nemrégiben ugye épp a drón kapcsán, meg a vadkamerák kapcsán, amelyek nem is annyira vadakat figyelnek, hanem vadul élő személyeket figyelnek, és itt kint az előszobában pedig ilyen téli felszerelés is van, mert hogy közeleg a tél, és a ruházat a határokon más, mint nyáron.
Igen, hát a Dunaföldvári Polgárőrség egész eddig aktívan részt vett a határvédelembe, és kérelemmel fordultam helyi önkormányzathoz, és, illetve a Dunaföldvári Polgárőrség, és kaptunk működési támogatást. Itt a beszerzett ruháknak az 50%-a környékében fogja tudni lefedezni a támogatás. Saját alapból finanszírozzuk. Most ráköltöttünk közel 800 ezer forintot ruhára, ami annyit jelent, hogy a határőr szolgálatra, mert már megint be vagyunk vezényelve, határőr szolgálatot teljesítő polgárőrtársunk kellő felszereléssel és az időjárás viszonyoknak megfelelően, tehát nem rövidújú pólót, hanem téli kabátot, sapkát, kesztyűt, bakancsot kellett vásárolni, mert bizony sajnos sokáig fog ez a határkérdés maradni. Ettől függetlenül a Dunaföldvári Polgárőrség nevében gondolom, azt még elmondhatom, hogy nagyon nagy tisztelettel és elismeréssel részesülünk a polgármester, illetve az önkormányzat fele, mert mindenféle támogatást megkap a polgárőrség. Cserébe azt, amit vállaltunk, gondolom én maradéktalanul meg fogjuk tudni csinálni. Római kori hajót, hajósokat láttak vendégül a Poszeidon Egyesület tagjai. Vált Zsolttal beszélgetünk, hiszen egy igazán mozgalmas időszakon vagytok túl te, mint az egyesületetek elnöke, a Poszeidonról beszélek természetesen, hiszen nem is olyan régen itt járt nálatok egy római kori hajó. Mesélj kérlek, hogyan jutottatok ide, mármint abba a szituációban, hogy hajót tudtok vendégül látni? Hát úgy jutottunk ide, hogy mi a Százhalombattai gyermekifjúsági flottával és vezetőjével jó barátságban vagyunk. Ő náluk voltak, mert ez az egész projekt és ez az egész út magyarországi részen, ez a fő céluk a Százhalombattai megálló volt, ott 3-4 napot is töltöttek, és az összes többi köztes rész az mind csak ilyen pihenő megálló. És úgy kerültünk be ebbe az egész történetbe, hogy megadták a mi elérhetőségünket, és felhívtak, hogy mik a lehetőségeink, mit tudunk adni, mivel tudunk hozzájárulni ehhez az egészhez. Ezen indult el az egész tervezés és szervezés. Hogyan zajlott akkor konkrétan ez a szervezés? Gondolom nem csak abból lehet, hogy vasárnap megjelentek itt a hajósok. Mi előzte ezt meg? Hát sok előkészület, ugye a szervezőkkel való folyamatos együttműködés, telefonálgatás, e-mailezés, és mikor már odaértünk a célegyenesbe, hogy már csak egy pár hét van vissza, akkor mindig jöttek folyamatosan ilyen, hogy is mondjam, feladatok, buktatók, amit a csapat szellemében mindig azt szoktam mondani, hogy probléma nincsen, csak egy feladat, kihívás, meg kell oldani. Ha mi nem tudjuk megoldani, akkor megoldjuk közösen. Hát ez így is volt, még az utolsó percekben is voltak ilyen utolsó hajrák és program átírás, átszervezés. Ugyanis úgy nézett ki ez az egész a mi részünkről, hogy mit tudunk biztosítani. Miért mondtuk, hogy tudjuk biztosítani a kempinghelyiséget, fürdési lehetőség, WC lehetőség. Ők erre azt mondták, hogy nagyon jó, nagyon szuper. És utána elkezdtünk beszélgetni a csapaton belül a többi csapattársal, és így a Dunaföldvári Polgárőrséget is meg kell, hogy említsem az ő vezetésükkel, és egyeztettünk a Dunaföldvári polgármesterrel, hogy jön lenne ez a lehetőség, csak olyan szűkös határidőn belül voltunk, hogy mi is 4 héttel előtte még nem is tudtuk, és nem is voltunk még a programban, hogy itt meg fog állni nálunk ez a római hajó, és utána indult el ez az egész gépezet, hogy akkor gyerünk, csináljuk, hogy is lehetne, mint is lehetne. Az első körben úgy volt, hogy mi ezt biztosítjuk, azt mondták, szuper, tudunk adni nekik egy vacsorát, ha megérkeznek, egy egyszerű meleg étkeztetést, azt nekik mindenféleképpen szeretnék, hogy legyen. Mi mondtuk, hogy akkor készülünk vacsorával, és másnap reggel indulnak tovább. Na igen, és innentől kezdve jött a szervezés többi része, mert én említettem a szervezőknek, hogy hát ez mind szép és jó, de mi lenne, hogyha egy tartalmas délelőttel még itt tudnánk őket tartani, és igenis megmutatni Dunaföldvárt, mert igenis szép helyen vagyunk, szép a Dunapart, van látnivaló, hogy őnekik is egy élménnyel teli nappal zárják és induljanak tovább, és természetesen a Dunaföldvári és a környékbeli embereknek is szintén ez egy olyan lehetőség lett, pluszba egy nappal így kitolva, hogy volt még lehetőségük, hogy lemenjenek a telephelyünkre. Biztosítottuk azt, hogy szárazon be tudjanak szállni, tudjanak fényképezkedni,
körbejárni a hajót, és hála Isten, azt mondom így visszajelzésből, hogy tetszett is nekik ez. Mi már előtte való héten vasárnap felmentünk Szászhalombattára, ott kaptunk szintén egy felkérést a battai vezetőségtől, hogy mi lenne, hogyha a mi csapatunk csatlakozna ő hozzájuk, és együtt eveznénk föl a római hajó elé. Mi így is tettünk, vasárnap felmentünk, hétfőn együtt feleveztünk, akkor a Szászhalombattai csapattal van lehetőség evezni egyet ebben a római őrhajóval. Mi ott is maradtunk, a fiatalokkal, az ifikkel, volt is lehetőségünk, ki is próbáltuk, nagyon jó volt. Ott a battai részen elvesztünk egyet a sziget körül, és kikötöttünk. Így megkérdeztük a szervezőt, a fő szervezőt, hogy mi lenne, ha mi be tudnánk ülni egy-két fiatallal, és Újvárosból volna lehetőség mondjuk Földvárig levezni, mert hát ugye földváriak vagyunk, és ez számunkra egy igen nagy élmény lenne. Hát két főre jutott választás, úgyhogy sikerült nekem bekerülni az evezősök közé, az egyik csapattársunknak a nagylányával. Szerintem ő is jól érezte magát, végig szó szerint hiába esett az eső, jó hangulat volt, énekeltünk az esőbe. Szóval megérkeztünk Földvárra, jó volt látni azt, hogy igen sokan lejöttek, attól függetlenül, hogy esett. Augusztus 21-én ugye megérkeztetek, illetve megérkeztek ők is, hétfői napon pedig Dunafedvár nézhették meg. Mi volt ez nap a program? Miután megérkeztünk 21-én vasárnap, kaptak egy nagyon finom vacsorát, mindenki megcsinálta a táborhelyét. Reggel hétfőn menetrend szerint, mind ahogy láttam is az elmúlt napokban, ők folyamatosan be volt programozva, tervezve mindenre pontosan, időre. Volt egy reggeli, 9 órára jött egy buszértünk, az egész csapatot be tudtuk hozni a várhoz, ahol egy városnézést próbáltunk összehozni az időre való tekintettel. Én úgy gondolom, hogy sikerült is. Örülök, hogy a város és a művelődési központ is pozitívan állt ezzel az egész történethez, úgyhogy nekik is nagyon meg szeretnénk köszönni, mert a várban kaptunk egy teljes körbejárást, vezetést, fel tudtak menni a toronyba, épp néptáncosok gyakoroltak a műsorra, és hát úgy kellett őket szó szerint leimádkozni a toronyból, mert ott álltak és néztek, és el voltak álljó, hogy úristen, de szép a panoráma, de jó, itt van ennyi ember, ennyi gyerek, csinálják a sót. Nagyon-nagyon jól érezték magukat, de mivel időz voltunk kötve, megindultunk le a Dunapartra, hogy azt is bemutassuk nekik. Dunaparton jártunk, egy kicsit sétáltunk, de ott is elkezdett esni az eső, úgyhogy volt egy nagy csoportkép, és elindultunk vissza, mert hogy 11 órára várt minket a városházán a polgármester, ahol ünnepélyes keretek között fogadta az egész legénységet, és a kapitányt, és a szervezőket, és minket is, és nagyon sok pozitív gondolatot adott és mondott át, mint az egész csapatnak. Jó volt, köszönjük szépen! Utána a városnézés még abba az egy órába, amíg az ebédig volt idő, arra próbáltuk ösztönözni őket, hogy hát akkor egy kis szabad idő. Aki akart a kávézóba beülhetett, aki akart a cukrászdába átment, és akkor volt egy órás szabad időtöltés. Utána a fél egyre ebéd. Ebédet miután megültük, utána 2 órára tervezték az indulást, de ez megint az idő ugye befolyásolt mindent, mert az indulás előtt volt egy olyan művésznőnek egy felajánlása, amiről senki nem tudott, hogy mit ábrázol a kép, de miután leleplezték, mindenkinek egy kellemes meglepetés volt, mint nekem, szerintem, mint mindenkinek, és mind a földváriaknak. A polgármester úr ott felvezette ezt az egész ceremóniát, a kapitánnyal együtt le is leplezték a képet, és Dunaföldvár háttérképe lett megfestve, nagyon szép olajfestmény, és rajta van a római őrhajó legénységgel, evezővel, névvel, életűen, nagyon-nagyon pompás és szép kép. És miután átadta a festményt a művésznő a kapitánynak, így megbeszélték,
hogy a Kremszi Egyetemen fog a végső útjára érni ez a kép. A hajóút után ott lesz majd kiállítva. Ezután egy kis késéssel, de én úgy gondolom, olyan fél három óra körül sikeresen el is indultak, és folytatták útjukat tovább. Kétszer is teltházas volt a nézőtér az Ördögszekér Márka Tánc produkcióján. Itt állunk a Vár udvarában, hiszen a Mátka Tánc Fekete Kötény Legendája című előadásnak ez ad otthont. Ezt már 10 évvel ezelőtt egyszer előadtátok. Mi volt a motiváció, hogy most újra színpadra vigyétek? Az elsődleges motiváció az volt, hogy rettentően sajnáltuk akkor 10 éve, hogy nem volt lehetőségünk újabb bemutatóra. Tehát egy hatalmas munka után egyetlen egyszer tudtuk csak bemutatni. Azt már így igazából össze sem tudom rakni, hogy mi volt ezeknek az oka, de tényleg ez mindig úgy van, hogy ezek nekünk hosszú-hosszú, akár egy egész éves felkészülést jelent a csapattal, és hát azt meg megelőzi még egy legalább egy ugyanekkora időszak, mire ez fejben összeáll a történet. Most egy ekkora nagy hatalmas munkát egyszer bemutatni és félretenni, ez nagyon nagy, hát mondjuk ki, csalódás volt. És most jutottunk el oda, közben aztán jöttek más ötletek, csináltunk más műsorokat, mindegyiket élveztük, tehát szó sincs róla, de ez különösen a szívünk csücske, ez a történet. És végre elérkezett az időpont, hogy úgy láttuk, hogy előszedhető a dolog, és egy kicsit csavartunk is rajta, kicsit úgy élesztettük újjá a műsort, hogy egy új köntöst kapott, sokkal több szöveget emeltünk be az ifjúsági regényből, ugye ez Berzen a Gironának a lábuk nyomát elmosta a víz című ifjúsági regénye adja az alapot, és szeretünk volna sok szöveget hozzáfűzni, hogy egy kicsit érthetőbb legyen, hogy egy kicsit színháziasabb legyen a történet, és azt hiszem, hogy ez meg is valósult. Nyilván 10 év alatt mindenki változik. Én is, mi is, tehát mi is fejlődtünk szakmailag is, gondolkodásban idősebbek lettünk, máshogy látunk sok mindent. Úgyhogy szerintem megérte így ennyi idő után előszedni. Az újak kedvéért, vagyis azok számára, akiknek még nem ismerős ez a történet, miről szól? Hát ez egy régi legenda gyakorlatilag, ugye a régi dunaföldvári parasztviselet, itt a női viseletről beszélünk. Ez a hosszú szoknyás réklis viselet, amit itt a mezőföldben amúgy a legtöbben hordtak. Annyi a tényleg mondhatom így, hogy különlegessége, hogy mindig fekete kötényt hordanak az asszonyok. Még a fehér esküvői ruhához is a fekete kötényt veszik föl, és ennek egy ilyen törökkori legendája került elő, ugye Ilona néni annak idején itt Földváron gyakorlatilag mondjuk azt, hogy néprajzosként is tevékenykedett, és összeszedte a helyi legendákat, mondákat, és ott került elő ez a kis törökkori történet. Hát azért természetesen a valóság alapját azt nem tudjuk teljesen biztosra, de minden esetre egy nagyon szép történet, és kifejezetten táncos történet. Tehát van benne rettentő sok olyan mozzanat, ami kifejezetten igényli, hogy ez táncszínházba öltsön formát. Mi volt a legnagyobb kihívás, amikor úgy döntöttetek, hogy ismét színpadra álltok? A legnagyobb kihívás? Hát nem tudom, ebben nincs így. Ez mindig nagy kihívás, sok ember, sok helyről, tehát hogy ugye itt nálunk ez egy amatőr együttes, mindenkinek van egy, mi így mondjuk, egy civil élete, tehát mindenki éli a maga életét, valaki gépészmérnökként, valaki asztalosként, nem tudom, és akkor hát ezeket az embereket összerakni úgy, hogy ők ki tudjanak szakítani ennyi időt a felkészülésre, hát ez tőlük mindig egy nagyon nagy kérés, és hát igazából ez nekik kihívás. Na most hál' Istennek olyan a csapat, hogy ezt megteszik, és örömmel teszik, vagy hát én bízom benne, hogy örömmel teszik, szívesen teszik. És akkor innentől kezdve, nem tudom, ez nekem nem úgy, és ez nem nagy képviségként akarom mondani, hogy nem akkora kihívás, csak azt akarom mondani, hogy én nagyon szeretem ezt, amit csinálok, és én ezt a részét, amikor már itt van mindenki, akkor nagyon szeretek ezzel dolgozni. Tehát ezt nem kihívásként élem meg, hanem ezt egy ilyen örömjátéknak, hogy ilyennel foglalkozhatunk egy ilyen koncentrált héten. Mert ugye itt ez a lényeg, hogy az egyéves munka lezárásaként ez úgy készül el egy ilyen előadás, hogy egy hétre összejön a csapat, majdnem minden nap a teljes galéria, ami most ilyen közel 80 embert jelent,
És akkor délelőtt, délután, reggeltől estig ezzel dolgozunk. Most már beszélgetésünkkor egy előadáson túl vagytok, elégedett vagy? Azt gondolom, hogy igen, voltak hibák, megpróbáljuk most azt kijavítani a második eladásra, tehát soha nem úgy tekintünk, hogy most ez már a második. Én hivatásos táncegyüttesbe, a Magyar Nemzeti Táncegyüttesbe lőttem fel, mondhatom így, nagyon sokat táncoltam ilyen együttesbe. Nálunk az a gyakorlat, mint ahogy minden színházban, hogy elkészül egy előadás, és akkor utána azt próbáljuk minél többet játszani. Volt olyan előadásunk, ami 400-szor ment. És én ezt szeretném, hogy ez menjen sokat. Nyilván itt ez nem opció, hogy most mi ezt minden hónapban egyszer játszuk, de hogyha ezt azért mondjuk nem csak 10 évente tudnánk elővenni, hanem többször, akkor az nagy öröm lenne. És még van ilyen műsorunk, még másik, meg még reméljük lesz is újabb is, ami szerintem alkalmas lehet erre, hogy elővegyük, és mindig egy kicsit felfrissítsük. Nyilván cserélődnek a táncosok, őnekik is átadjuk ezt a jó kis élményt, mert ez egy nagy közösségi élmény. Rémi Tündével beszélgettünk, szintén itt a Vár udvarában. Milyen szereped volt a mai, illetve ennek az előadásnak az elkészítése során? Többféle szerepkörben is jelen voltam. Ugye ez az előadás 10 évvel ezelőtt már egyszer létrejött, és akkor a Jani által megálmodott, illetve a feleség Anikó által megálmodott történetben segítkeztem. Ugye akkor még, mint a Honvéd Táncszínház szólistája. Tehát egy csomó olyan dologban tudtam én segíteni, amellett, hogy a táncokban, de hogy inkább a színházi jelenlétben, hogy egy-egy részben, hogy lehet azt úgy előadni, hogy nem színészkedni kell, de mégis megjelenítsük a történetet magát. És most pedig ugyanebben segítettem, nyilván ez már egyel könnyebb történet volt azáltal, hogy már 10 évvel ezelőtti alapokat kellett föleleveníteni, illetve most hoztuk a Táncművészeti Egyetem néptánc tagozatos hallgatóit, akiknek én vagyok az egyik vezetőjük, úgyhogy rájuk így külön figyelemmel, ők a török hadsereg, úgyhogy őket gardírozom még itt pluszban, amit természetesen a férfi táncokat a Jani tanította, a női táncokat azokat én tanítottam, mind autentikus török táncosok, de hogy ez is még hozzátartozik a feladatokhoz, illetve most még az, hogy a hála jó Istennek van most már szöveges szereplőnk is, Mubik Réka, Paksai Erika, és ugye koordinálni kell, illetve van még egy-két mikroport, amit a hangtechnikus kollégáknak segítkezem, hogy mikor ki benyomni, mikor indul esetleg egy track, mert ugyan élőzene is van, hiszen a törökök is, és a magyarok is élőzenével is megszólalnak, de vannak hangbejátszások is. Tehát ugye ebben ott segítkezem a hangpultnál, ami nagyon rossz, mert szívesebben vagyok a színpadon, mint azt a felelősséget vállalni, hogy úristen, jókor indítassam a zenét, és jókor szólaljanak meg a portok. Mik a nehézségei annak, hogyha egy ilyen történetet próbáltok színpadra vinni, ráadásul néptáncosként? Hát a nehézség mindig abból adódik, hogy ugye itt olyan mondatokat kell tánccal megjeleníteni, ami szövegben elmondva nagyon könnyű, mert azt mondom, hogy jó napot kívánok, bejövök az ajtón, és köszönök, és elmegyek, és na de ezt tánccal kifejezni, van, amit nem is lehet tánccal elmondani. Viszont nagyon sok érzés lehet megjeleníteni, ahhoz nagy vannak a különböző tánc típusok, amivel egy-egy érzést megerősítesz, kifejezel, vagy csak egy olyanban, hogy amikor megállok, hogyan állok meg, hogy én a hátadon is lássam azt, hogy te mire gondolsz. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon sok plusz, mert nyilván amatőr táncosoktól, de még az egyetemistáktól sem kérjük azt, hogy színészkedjenek. Nekik nem ez a dolguk. Nekik az a dolguk, hogy gondolják végig, hogy milyen történetben vannak. Azon belül, a történeten belül milyen gondolatok azok, amik elősegíthetik azt, hogy én lássam, mint néző, hogy ők mire gondolnak, hogy mit akarnak ezzel kifejezni, ha éppen nem tánc van, mert hiszen van benne olyan jelenet is, ami nem tánccal fejezi ki a mondani valót, hanem csak egyszerűen egy jelenléttel, egy megállással, egy vászon ruhacipelésével, egy ostor csattintással, vagy csak egy kiáltással, tehát hogy ez azért egy kicsit összetettebb történet így, ami a nehézséget adja, és a szépségét is a dolognak. Dunaföldvári győztese volt az augusztus 20-ai főzőversenynek.
Tóth Istvánnal beszélgetünk a halászlé főzőverseny követően, hiszen a zsűri elnöke már hagyományosan is te vagy. Mesélj kérlek, milyen volt az idei felhozatal? Hát én úgy gondolom, hogy az idő sajnos nagyon közre játszott, hogy elijesztette a versenyzőket, úgyhogy összesen 10 versenyzőnk volt. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 10 versenyző jobb eredményt produkált, mint tavaly az a cirka 30. Ha jól emlékszem, tavaly a sósággal és a pirossággal volt a gond, idén milyen voltak a halászlevek? Hát az idén azt lehet mondani, hogy ebből a 10 halászléből 8 igazán kiváló volt. Érzésem szerint az egyik azért nem nyerhetett, mert egy kicsit túlsózták. A színek is rendben voltak, kiváló paprikákkal dolgoztak, és szóval nagyon míves halászleveket kaptunk. Mi volt az általános tendencia? Könnyű volt-e választani? Hát épp ezért volt nehéz, hogy tavaly a 30 volt, talán 3-4 olyan volt, ami igazán értékelhető volt. Az idén meg a 10-ből legalább 5-6 olyan, ami közt úgymond a szétlövés döntött az első, második, harmadik helyről is. Kik lettek a győztesek? Esetleg tudjátok-e már? Hát igen, az elmúlt évekkel, illetve hagyományaihoz képest egy dunaföldvári versenyző, Virág Miklós nyert. A második helyen tényleg lehet azt mondani, hogy nagy örömünkre végre a Málta végzett, és a harmadik versenyző pedig egy bajai versenyző lett, aki elmondása szerint már több tucat versenyt nyert. Milyen volt a felhozatal a halászlövek stílusát illetőleg? Hát ugye igen könnyen el tudtuk különíteni a úgymond dunaföldvári stílust és ezt a déli stílust, mert nagyon jól elkülönültek. Kik alkották melletted a zsűrit? Baksai Erika és Béres Barbara. Akkor ez most egy új felhozatal volt? Könnyű volt együtt dolgozni? Hát annyival, hogy az Erikával már tavaly is együtt zsűriztünk. Ugye ő paksi lány révén körülbelül majdnem ugyanazt a stílus képviseli, mint mi dunaföldváriak. Csak a Barbara volt úgymond új versenyző a zsűriben. Hogyan érezted magadat? Nagyon jól, csak mondom, az a probléma, hogy jobb lett volna az idők egyesebb hozzánk, és az a szokásos legalább 30-40 halászlét lett volna. Az lett volna az igazi. Mikor tavaly beszélgetünk, akkor pont az volt, hogy a Covid vetette vissza a halászlé főzési kedvet, akkor ezek szerint ez idén se változott? Nagyobb számra számítottatok idén? Szerintem nem. Az idén biztos, hogy csak az idővel volt baj. Tehát az időjárással. Tehát a Covid, én remélem, hogy annyira már nem befolyásolja az embereket, meg reméljük, hogy nem is fogja a későbbiekbe sem. Virág Miklóssal beszélgetünk a halászlé főzőversenyt követően, hiszen te lettél az első helyezett, ezúton is gratulálunk. Milyen volt az idei halászlé főzőverseny számodra? Hát egyelőre jól alakul, az idő is jó, a reggeli rossz idő ellenére délutánra az idő is javult, jönnek a vendégek, a városból jönnek le a nézelődők és a vásárlók. Rutinus halászlé főző vagy? Hát itt Dunaföldváron szerint egy ilyen 15 éve főzöm a halászlét minden évben, egy-egy kihagyással. Megnyernem a versenyt most sikerült először, előtte Balatonbogláron több évben az országos halászléfőző versenyen nyertem már. Milyen a te halászleved? Ez ponthalászlé, nem filézett, szeletben készült, és dunai alaplével készült halászlé. Milyen paprikát használtál hozzá? Házi paprikát. Végben kellett vásárolnunk, házi paprikát használtunk most. Mivel nagy mennyiségben készítettünk, eladásra is szántuk a halászlét. Mennyi halászlövet készítettél? 350-400 adagot készítettünk eddig, és még meglátjuk, hogy mennyi vásárló érkezik. Mi számodra kihívás a halászléfőzésben? Halászléfőzésben? Igazából az, hogy az embereknek ízlien a halászlé, ne jöjjön vissza senki rossz ízzel, igazából csak ennyi. Hogyan tanítod a fiatalabb generációnak a halászléfőzést? Itt vannak velem. Figyelik, segítenek benne, hagymadarabolásba egyelőre, figyelik a forrásnak a minőségét, mennyiségét, nem mindegy, hogy hogyan forra halászlé, halnak a sózását kell megtanulni, megfelelő módon jó erősen kell sózni, hogy utána lét már nagyon nem is kell sózni. Mi szerinted a titok? A titok a jó minőségű hal és a paprika.
Honnan szerezted be idén a halat? Tolnáról szereztük be a halat. Hála Istennek ott fel is vágták nekünk, ezzel nem volt gondunk már. Könnyen tudtunk vele dolgozni. Elégedett vagy? Elégedett vagyok, igen. És az idővel is, hála Istennek. Sok a vendég, áruljuk még mindig a halászlét. Barics Mariánnal beszélgetünk, itt állunk a halászi főzőverseny követően. Milyen helyezést értetek el? Hát, megmondom őszintén, jobbra számítottunk. A csapat élvezte, jól sikerült. Édesapámnak a nyomdokába szerettem volna lépni. Azt gondolom, hogy sikerült is. Édesapád korábban már járt nálunk Dunaföldváron halászi főzőversenyen, ugye? Igen, édesapám több vízbe járt itt. Ha jól tudom, 2007-2009, és azt hiszem, hogy 10-ben sikerült neki megnyerni az országos halászlépőző versenyt, mondjuk akkor más volumenű volt, tehát akkor, ha jól tudom, ilyen 50-60 induló volt, és idén februárban állunk Mohácson, ugye mi Mohácsra érkeztünk, busajáráskor összeült a csapat, és megbeszéltük, hogy újból ellátogatnánk ide Földvárra, és azt mondta édesapám, hogy ő nem szeretne főzni, hanem az a megtiszteltetésért, hogy én főzhetek. Itt az asztalon álltok, van egy kupa. Ez milyen kupa? Ez egy vándorkupa, amit az az úriember kapja meg, szerencsés esetben vagyok, édesapám, aki háromszor megnyeri, az ugye egy örökös halfőző bajnok marad itt Földvárnak, bármennyire is érdekes, hogy Mohácsról érkeztünk. Ha már Mohács, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen a mohácsi halászlé. Ez nagyon hasonlít elkészítésbe, szinte teljesen ugyanaz, mint a bajai. Tehát ugye mi közel vagyunk egymáshoz, összetartunk, együtt főztünk, illetve egymástól tanultuk a fortélyokat. Igazából ebben semmi titok nincs, só, hagyma, víz, hal, paprika és jó arányok, meg egy jó szakács. Milyen halból készült ez a halásztéma? Én ragaszkodom ahhoz, hogy ponty, tehát kifejezetten csak pontyból. Ezt úgy készítjük el, hogy megpucoljuk a halat, természetesen föltisztítjuk, megtisztítjuk, fölvágjuk és fölrakjuk főzni. A tavalyi év során a zsűri külön kiemelte, hogy gond volt az ételek sóságával és pirosságával is. Hogyan látod, idén ezt sikerült esetleg teljesítenetek? Hát mi tavaly nem vettünk részt, vagy azt hiszem, hogy ilyen 2-3-4 év is talán kimaradt, ugye a Covid miatt is. És idén is megjegyezték, hogy az én halom egy picit sósabb lett, mint amit megszoktak, de én azt gondolom, hogy ez ízlés kérdése. Nyilván mindenkinek más a szájíze, nincs két egyforma levél a fán. Én azt gondolom, hogy jó lett. Ha nem is értünk el olyan helyezést, mint amire számítottunk, én azt gondolom, a csapatom nagyon jól érzi magát, és azt gondolom, hogy jövőre is, hogyha ez ugyanígy lesz, akkor ellátogatunk. A rossz idő ellenére is, ugye azért ez 120-1 néhány kilométer, szívesen jöttünk, kedvesek az emberek, jól éreztük magunkat, és arra törekszünk, hogy ugyanígy legyen jövőre is. Tábor szerveztek a Beszédes Sportklub evezősei. Dósa Zoltánnal beszélgetünk egy igazán különleges programmal, úgyis 4 napot töltöttetek el, ha jól tudom, Kisapostagon a vizitúrásokkal. Mesélj kérlek, milyen volt ott a program? Igen, jól tudod, 4 napot töltöttünk csütörtöktől vasárnapig a papírgyárnak a szabadidő parkjában, az állóhajó környékén. Aki ismeri, megjárt ott, ő biztosan tudja, mert egy elég jellegzetes része ott a Kisapostagi szabadidőparknak. Nagy létszámmal mentünk, mert összesen 65-en táboroztunk, ebből 35 gyerek és 30 felnőtt vett részt a 4 napon. Ez egy családi program volt? Igen, ide főként családok jelentkezését vártuk, de természetesen azok a szülők, akiknek a munkájuk nem teszi lehetővé, nem tudtak szabadságra jönni, nyugodtan hozhatták a gyerekeket is, és hát ez az előbb említett szám, ez a délutánokra fel is duzzadt, amikor ugye a munkából a szülők eljöttek a gyerekeket meglátogatni délután, úgyhogy volt, amikor esténként megközelítettük a 100 fős létszámot. Nem is olyan régen pontosan ezen a helyszínen beszélgettünk arról, akkor ugye egy napot volt lehetőség a gyerekeknek veletek aludni egy ilyen táborozás keretében. Itt mi volt a helyzet? Itt most gondolom bent alvós volt. Igen, a csütörtöki napunk az a sátorállításokkal telt, hogy a gyerekek is megtanulják.
meg egy-két felnőtt is megtanulja a sátrat felállítani, úgyhogy ez egy hosszú napra sikerült a csütörtök. Hála Istennek az idő az tökéletes volt, úgyhogy igen, itt mindenki sátorba töltötte az éjszakákat. És akkor beszéljünk a lényegről, hogy ugye ti a Dunán töltöttétek az időt, gondolom, nagy részben legalábbis biztosan. Milyen volt itt a program? Igen, a fő program az az volt, hogy a kicsiket minél jobban szoktassuk a vízhez, minél több dolgot megtanuljanak magáról erről a sportról, és minél több időt töltsenek a vízen vagy vízparton. Milyen hajókkal indultatok el? Itt kajakok, kenuk, és természetesen most a nagy sláger, ugye száppok is voltak velünk, úgyhogy ezeket használták a legtöbbet a gyerekek. Mindenkinek át kellett egyszer evezni a Dunának a túloldalára, hogy mindenki részesüljön a sport részéből is, ne csak a fürdőzés és a vízparti játék legyen, úgyhogy tényleg sokat eveztünk most ez alatt a 4 nap alatt. Mennyire voltak rutinosak a résztvevők? Volt, aki már többet szerre jön, természetesen vannak régiek is, és akik visszatérnek. Nagyon jó volt, most jött egy olyan család, akikkel még annak idején én is vizitúráztam, és most a hölgy hozta már a 2 gyermekét erre az állótáborra. Ha már vizitúra, csak a környéken voltatok, vagy esetleg most is feljelbe veszetek a vizen? Eveztünk felfelé is, a hídig, a Dunajvárosi hídig feleveztünk, de a hosszabb túra, idézőjelben hosszabb túra, és a legfontosabb része ugye az a hazaelvezés volt, mert Kisapostagról úgy eveztünk haza, és mindenki vízen érkezett. Ezzel kapcsolatban mi volt a tapasztalat, hogyan érezték magukat a résztvevők? A visszajelzések alapján nagyon jól érezték magukat a résztvevők. Hála Istennek még vasárnap az időjárás lehetővé tette, hogy hazaevezzünk. Azt mindenki nagyon várta, nagyon-nagyon sajnáltuk volna, hogyha az időjárás közbeszól, de szerencsére a szél egy kicsit csendesedett, és így mindenki vízen tudott visszaérkezni Dunaföldvárra. Mennyi idő volt, míg visszaértetek Dunaföldvárra Kisapostagról? Hát ez egy nagyon rövid, kevés evezéssel is, inkább csak csorogtunk, ez egy ilyen 1,5 órát vett igénybe. Mennyire fektetetek hangsúlyt a vízibiztonságra például? A legnagyobb hangsúlyt a vízibiztonság kapja nálunk. Aki a vízparton van és 18 év alatti, az nem mehet be a vízbe csak mentőmellénybe. 18 év fölöttieknek is a hajóban van mentőmellény, őnekik nem kötelező viselni, de a 18 év alatti gyerekeknek kötelező. És mi lesz a következő program, ha már ezt gondolom kiértékeltétek és megállapítottatok, hogy biztosan jó volt, mert erre volt szó az előbb? Igen, hát tervezünk idénre még egy nagy túrát, ez augusztus utolsó hétvégéjén megyünk 4 napra. Visegrádról indulunk, és Dunaföldvárig jövünk 4 nap alatt. 3 éjszakát töltünk a szabadba, most jelenleg a táborhelyeknek a leszervezése van folyamatban, úgyhogy azt is nagyon várjuk. Ide egy haladóbb csoport megy veled, vagy a szokásos társaság? Ide csak 14. életévüket betöltött fiatalok jöhetnek egyedül, vagy családdal jöhetnek 14 év alattiak is. Hány főre számítasz ezen az augusztus végi túrán? Tavalyi évben egy kisebb társasággal voltunk, akkor úgy emlékszem 12-en mentünk. Remélem most is ilyen 20 körüli létszám összejön. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen programok voltak még ezen a 4 napos táboron, a délutánt és az estét mivel töltöttétek? Minden estére szerveztünk a gyerekeknek programot, a nagyobbakat pedig természetesen elengedtük a parti fesztiválra, Dunaföldvárra, mert pont ezen a hétvégén volt ez a rendezvény is, hogy ők ne maradjanak ki belőle. Amit minden évben éveznek, és hihetetlen, hogy mennyire leköti őket, ez a piknikmozi, hogy egy projektor, egy jó mese, pattogatott kukorica, 3 pléd, és úgy tudnak ülni a csillagos ég alatt mesét nézve, hogy az egy nagyon nagy élmény. Volt nekik diszkó, és hát a szombat délutáni program az a legnagyobb attrakciója ennek a tábornak, vagy az egyik legnagyobb attrakciója, mert akkor pedig szülők a gyermekek ellen sorverseny van. Hát azt érdemes látni, mert általában a szülők jobban élvezik, mint a gyerekek. Tavaly a gyerekek nyertek, idén viszont hála Istennek a szülők. Mi a tapasztalat? Jól éreztétek magatokat, hogyha összességében veszik ezt a tábort?
Igen, nagyon jól éreztünk magunkat, nagyon sok munkát fektettünk bele, én azt gondolom, azért 65 embernek a etetése, itatása, logisztikája, elszállásolása, még ha a sátorba történik is egy nagy munka és nagy előkészület, de megérte, nagyon jól éreztünk magunkat, és mondom még egyszer, a visszajelzések alapján, hála Istennek a résztvevők is jól érezték magunkat. Hogyan tudtátok ezt a tábort finanszírozni? Az egyesületnek azért vannak anyagi tartalékai, azokból finanszírozzuk, de természetesen van részvételi díj a táborozóknak. Tekintsék meg az augusztus 26-ai rendkívüli testületi ülés ismétlését.